Jó napot kívánok! Üdvözlöm kedves nézőinket! Stúdióban köszönhetjük Bene Zoltán prózaírót, aki egy nagyszerű ember, több neves díjat is magáénak tudhat, Pezsgő életet él, és mindemellett a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak is segít a fejlődésükben, a munkájában. Köszöntöm kedves Zoltán! Köszöntöm én is a nézőket, és köszöntöm Önt is! Első kérdésem, hogy prózaírónak születni, vagy tanulni kell? Hát mind a kettő. Mind a kettő. Nem csak prózaírónak, valószínűleg mindennél így van ez. Tehát, hogyha az embernek csak tehetsége van, akkor abból általában nem lesz semmi. Ha tehetsége nincsen, csak szorgalma van, abból is nagyon nehezen. Az arányok a kérdésesek, hogy melyik nyom többet a latban. Hát a próza esetében azért elég sokat számít a szorgalom. Tehát szokták mondani, bizonyos dolgokhoz fenék kell a prózához is. Tehát le kell ülni, meg kell írni, újra kell írni. Szóval sok meló, sokkal melósabb egy prózaíró munkája, mint mondjuk egy költői. Ettől függetlenül mondjuk teljesen igazam a Ottlieb Gézának, aki azt mondja, hogy a költők mégis közelebb állnak az éghez. A prózaíró az a prózaibb cselekvéssorozat, mint mondjuk a költészet. De nyilvánvaló, hogy mind a kettő kell, mondom, az arányok azok a kérdésesek, és ebben sokféle elképzelés van, hogy inkább a tehetség, vagy inkább a szorgalom, vagy ez is, az is, de hogy melyik az a jó mixtúra, amelyik a legcélra vezetőbb, erre valószínűleg nincsenek receptek. Értem. Ehhez kapcsolódik következő kérdésem, hogy mikor döntötted el, hogy prózaíró leszel? Egyetlen pillanat volt, egy isteni szikra, vagy pedig ez egy folyamat, ez egy írés része volt az egész? Hát ez is érdekes, erre is nehéz válaszolni, mert hogy a prózának legalábbis ma már újra az egyik legfontosabb eleme az a történet mesélés. Tehát, ha valaki szeret történeteket hallgatni, abban egy idő után megszületik a vágy, hogy ő maga is mondjon történetet. Nyilván volt a szép prózának olyan korszaka, több olyan korszaka is, amikor a történet háttérbe szorult a szövegjátékok, nyelvi játékok és egyebek mellett. De alapvetően azért azt lehet látni, az olvasói attitűdök is inkább a történetre hegyeződnek ki. Tehát a történet azért egy fontos dolog. A mese, történet, mítosz, ezek rendkívül fontosak az emberek életében, az emberiség életében és az egyes emberek életében is. Ugye azt hiszem, hogy aki olvasni szeret, aki történeteket hallgatni szeret, az egy idő után felmerül, hogy ő maga is mondjon történetet, és legyen egy mesélő belőle. Valami ilyesmi módon zajlik ez a folyamat. Ugye a legtöbb ember, aki valamennyire érzékeny vagy fogékony a világra, az verseket ír, más nem kamaszkorában. Aztán vannak, akik úgy maradnak, és verseket írnak továbbra is. A próza az nem így működik, tehát ha az ember ír is kamaszkorában, az általában nagyon ritkán jó. A prózának van egy érési folyamata. Többen mondják azt, mondjuk 30 év alatt nem nagyon van olyan prózaíró, amelyik már tényleg annak tekinthető. Van, nyilván kivételek mindig vannak, de nem ez a jellemző. Értem. És milyen irodalmi, illetve emberi hatása voltak rád mestereid, barátaid, illetve honnan szerzel inspirációkat? Hát megint csak Ottliebet idézném, hogy az író az a létezés szakmában dolgozik. Tehát nem csinál semmi egyebet, mint létezik. Jár, kell, ül villamoson, buszon, vonaton, ezen, azon, sétál az utcán, nyitott szemmel és nyitott füllel, és lát dolgokat. És nyilván ezek aztán szublimálódnak benne valamiféle irodalmi alkotásokká. De hogy honnan szerez inspirációt? Hát mindenből. Mindenből lehet inspirációt szerezni. Én az ihlet kifejezést azt nem szívesen használnám, szerintem még a költészet szempontjából is csak fenntartásokkal használnám az ihlet kifejezést, mert leginkább azért egy lejáratott fogalom. Olyan értelemben, hogy nincs meghatározva pontos tartalma, és túlságosan sok mindent értünk alatta. De nyilván van valamiféle olyan állapot, amikor az embernek könnyebben mennek ezek a dolgok, és vannak olyan állapotok, amikor nem annyira könnyen mennek.
Tehát azért a maga az írás, a prózaírás az nagyon sok esetben kínlódás. Értem. Korábban olvastam az egyik interjújában, hogy indián regényeket falt gyerekkorában, és érdeklődnek, hogy ki tudna esetleg emelni egy-két neves írót gyerekkorából, ami nagyon nagy hatása volt önre, illetve hogy volt-e valamilyen érési folyamat az évek alatt, minden bizonyal volt, és hogy most ki a kedvenc író a gyerekkorában, ki volt, és most ki a kedvenc írója? Hát indián regényeket is faltam gyerekkoromban, az egész úgy kezdődött, hogy én nagyon nehezen tanultam megolvasni. A szüleim pedagógusok, és ezek 79-ben, amikor én első osztályos voltam, már akkor az volt a trend, nem tudom most is ez, de nem olyan régen még az volt, hogy karácsonyra a gyereknek már olvasnia kellett, és karácsony előtt az én tanító néném fölhívta anyukámat, aki kollégája volt, hogy nagy baj van, a gyerek nem tud olvasni. Anyám meg nem értette, hogy mi van, mert hát feladatokat megcsináltam, de azért emlékeztem rá, és emlékezetből visszamondtam, de tényleg nem tudtam olvasni. És akkor a nagypapáméknál volt a Füles című rejtvényújság, amiben mindig közöltek képregényeket, és akkor a nagyapám azzal kezdett el engem rászoktatni az olvasásra, és a Vinettónak a képregény változatát olvastam el először, aztán utána a Vinettót is, meg számos indián regényt valóban elolvastam. Ugye Máj Károly, hát ez egy tragédia, ez egy trauma a magyar gyereknek, amikor rájön, hogy Máj Károly meg Verne Gyula nem magyar emberek. Tehát azért az nekem, én is így voltam, amikor kiderült, hogy ők német, illetve francia illetésségűek. Tehát azért ez szomorú, hogy szembesül ezzel az ember, hogy az ő kis világában nem csak ilyen áttételesen férnek bele. De őket, mind a kettőjüket szerettem gyerekkoromban. Aztán nyilván persze, hogy változik az ember ízlése, és másra olvas aztán később. Tehát azért furcsa lenne, hogyha 45 évesen még a Vinettót olvasnánk, ami ugye, hogy Hitlernek Máj Károly volt a kedvenc írója élete végéig. Igazából én szerintem ezzel már elég sok mindent elmondunk Hitlerről. Az infantilizmust mindenképpen. Tehát persze, hogy ezek változnak. Az ember érdeklődése változik, az esztétikai érzéke változik, tehát észreveszi azt, hogy mi az, ami kevésbé jó, mi az, ami jobban van megírva. Az ifjúsági regények jelentős része egyébként nem ifjúsági regény. Tehát például, hogy a Cooper nagy indián könyve az nem ifjúsági regény eredetileg. Ott a regények sokkal-sokkal hosszabbak, mint amit mi ismerünk. Ez egy ifjúság számára lebutított változat, de a hosszú változatot kutya nem olvassa, mert lehetetlen elolvasni, mert rendkívül terjengős, szerteágazó, viszont egyébként például a kanadai indiánoknak a néprajzából rendkívül sok adatot őrzött meg Cooper ezekben a regényekben. Szóval visszatérve az egészre, nyilván változik az ember ízlése, látóköre, és ezáltal változik az is, amit olvas. Én nagyon nehezen tudnék arra válaszolni, hogy ki a kedvenc írom, vagy kik a kedvenc írom, nagyon sokan vannak. Tehát nem is szeretek belemenni ilyen felsorolásokba, mert óvatatlanul kihagyok valaki fontosat, amit nem szeretnék. Tehát nagyon sokakat olvasok, nagyon sokakat becsülök nagyra. Ahogy az ember öregszik, akkor egyre inkább nő a kortársaknak az aránya az olvasmányaiban, legalábbis az enyémben mindenképpen. Ennek számos oka van, de most is leginkább kortárs magyar és világirodalmat olvasok. Értem. Még az is érdekel nagyon, hogy van és ha igen, milyen összefüggés a műveid és a valóság között? Gondolok itt akár például a Betyár Pikareszkra is. Hát a valóság és a művek között minden esetben van összefüggés. Tehát az úgynevezett fantasy vagy science fiction irodalomban is van összefüggés a valóság és a mű világa között. Nem lehet, hogy ne legyen. A fantázia az nem egy olyan dolog, hogy az ember kitalál valamit, ami nincs. Olyat az ember nem tud kitalálni, ami nincs. A fantázia az arra képes, amire mondjuk Hieronymus Bosch képes volt a képein. Hogy másképpen rendezi el a valóság elemeit. Szétbontja a valóságot, és nem a megszokott módon állítja össze. Ugye a Bosch képeken vannak ilyen furcsa torsz figurák, nagylábú, madártestű emberfejű, vagy éppen madárfejű embertestű alakok és egyebek,
ha elemeire bontjuk, akkor mind-mind megtalálható a valóságban. Ha összerakjuk, akkor úgy már nem. Tehát ilyen szempontból minden összeköthető a valósággal. A fantáziánk az nem arra való, hogy kitaláljunk olyan dolgokat, aminek semmi alapja nincsen, semmi kötődése nincs a valósághoz, mert nem vagyunk erre képesek. Az inkább újra rendezi, vagy átrendezi, vagy rekonstruálja a valóságot. Tehát ilyen értelemben természetesen mindennek van. A Betyárpika lesznek, tehát a Rózsa Sándor történetnek is van köze a valósághoz. Az egy más kérdés, hogy Rózsa Sándor nem véletlenül írom egybe, nem azonos Rózsa Sándorral. Tehát nyomokban Rózsa Sándort tartalmaz, de a kettő között óriási különbség van. Értem. Általában mennyi ideig alkotsz, és hogy mennyi időt volt meg a leggyorsabban valamelyik műved, és melyik tartotta legtovább? És az miért? Hát ez például terjedelem függő, mert mondjuk egy regényt azt eleve sokkal tovább ír az ember, mint egy novellát, de azért sokáig tart, tehát nem jó az, hogyha... Az első változat sose igazán jó. Lehet, hogyha másnap elolvassa az ember, akkor még úgy érzi, hogy ezen olyan sok dolga nincsen, de hogyha egy hét múlva elolvassa, akkor nagyon sok dolga van még rajta. Tehát ez ilyen szöszölős, molyolós történet. Mindig, ilyen szempontból mindig hosszú. Nyilván ez nem az effektíve, hogy ott ülök és gépelek és csinálom, hanem megvan, félre kell rakni, újra elő kell venni, csiszolgatni kell, farigcsálni, húzni, bővíteni. Tehát ilyen szempontból ez egy macerás történet. Alkotói helyek? Tehát mindig van egy kis kuszkód, ahol csinálod és kellnek? És milyen körülmények kellnek hozzá, hogy csend kell, vagy esetleg zenét hallgatsz közben, vagy ez változó? Illetve, hogy a lakáson belül, vagy más helyeken, tehát neked is szokott lenni, hogy tusolás alatt eszedbe jut valami, és azt beleírod gyorsan, vagy fölkelsz hajnalba, és azt leírod egy cetlire, vagy ez nálad hogy szokott lenni? Nagyon ritkán van, hogy mondjuk fölkelek hajnalban, mert valami eszembe jutott. Nyilván ez azért is van, mert ez egy folyamat. Tehát azért itt, ha eszembe jut valami, és reggelre elfelejtem, akkor az nem is lett volna érdemes különösebben följegyezni. Többnyire leginkább nyilván otthon írok, de írtam már vonaton, kávéházba, kocsmába, Petőfi Irodalmi Múzeumba, tehát nagyon sok felé írtam már, nyilván legjobb otthon. Értem. Ami meg érdekelne, hogy és szerintem nagyon sok nézőnket is, hogy viszonyulsz az állatokhoz? Van-e házi állatod, van-e kedvenc állatod? És ha igen, akkor esetleg erről tudnál nekünk mesélni. Itt van két macskánk. Otthon Marosvölgyi Bonifác és Flamma de a Vénusz. Ők egy fiú és egy lány, de nem egy pár. Az egyikük egy ragdoll kandúr, a másikuk pedig egy birman kislány. Mármint, hogy azok voltak, most már mind a ketten ivartalanítva vannak. Természetesen. Hát ők egészen más. Ugye most már Bonifáccal 5 éve élünk egy háztartásban, Vénusz ő később érkezett hozzánk. Teljesen más így élni egy állattal, mint amikor kint van az udvaron, és néha-néha van hozzá közöd. Mint amikor tényleg minden pillanatban ott van, van egy fajta ilyen furcsa felelősség, tehát sokkal inkább felelősnek érzed magad, mint nyilván a hagyományos állattartásban is felelős az ember az állatért, de itt kézzelfoghatóbb ez a felelősség, mert ezek rendkívül gyámoltalanok, ezek a jószágok, tehát ők a lakáson kívül konkrétan semmire sem mennének, tehát nélkülünk ők nem élnék túl az egy napot sem nagyon. Na, én mindig is nagyon szerettem az állatokat, kutyákat is, macskákat is. Olyan helyeken laktam életem során leginkább, ahol kutyát nem nagyon lehetett tartani, vagy hát lehetett volna, csak az életmódban nem fér bele. Tehát most is az életmódunkban a kutya nem fér bele, ugye a kutyát azt vinni kell sétálni, a szükségét, hogy el tudja végezni, és itt tovább, és ott kell valamiféle rendszeresség. Mi ennél sajnos rendszertelenebbül élünk, erre a macskák alkalmasabbak, pontosabban szólva ezek a macskák mindenképpen, hiszen ott is az sem mindegy, az ember, amikor állatot választ, akkor az életmódjához kell választani az állatot, hogy neki is jó legyen, meg az állatnak is jó legyen. Tehát amikor eldöntöttük, hogy macskánk lesz, akkor legalább fél évig bújtuk a különböző szakkönyveket és oldalakat és egyébként, hogy milyen
fajtájú macska az, amelyik a mi életvitelünknek, a mi lakásunknak, anyagi helyzetünknek és egyebeinknek megfelel, és így esett a választásunk erre a két fajtára. Tehát én nagyon fontosnak tartom az állatokat. Nagyon-nagyon fontosnak tartom az állatokat. Egyetértek veled. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad nekünk ezeket az érdekességeket, és hogy köszönöm szépen, hogy eljöttél a stúdióba, és vendégünk voltál, és sok remek alkotást kívánok még, hosszú éveken át. A nézőknek pedig nagyon szépen megköszönöm a figyelmüket, remélem, legközelebb is velünk tartotok. Szép napot kívánok. Sziasztok!